Na ki tudja, mi ez a paninero? Tudja valaki? Honnan jön a szó? Illetve miről szól ez az egész? A paninero, aha, ott is van, Palina, az a Olaszországban az első olyan helyek voltak, ilyen gyors étkezdék, olyanok, mint a Subway, ahol szendvicset árultak. Panini, onnan a szó. És volt egy érdekes szubkultúra, főleg Rómában egyébként, ahol ilyen, ahol összegyűltek fiatalok ezeken a szendvicses helyeken. Egyébként ezek rettenetesen az jutott eszem a Roblox-on, az volt az első, amit mondtam a hitfoglalásnál 2006-ban láttuk ezeket a teljesen ilyen jövőjét vesztett, gyökerét vesztett embereket magunk mellett. Na, valami ilyesmi fiatalokat képzelek én el, akik ide jártak, és ők ilyen nagyon fashion forwardok voltak, nekik mindenük a divat volt, azért láttatok annyi márkát, meg stb. Ők abban élték meg egyedül magukat. Az volt az egyetlen egy kifejezése az ő létüknek, hogy nagyon divatosan próbáltak öltözni. És ezt a szubkultúrát találja meg a Pet Shop Boys. Van valami egészen egészen döbbenetesen reménytelen és talán gyönyörű, valami haláltánc-szerű, hogy az egyébként ezek a teljesen reménytelen körülmények közül származó és jó rész munkanélküliként a napjaikat tengető fiatalok ott vannak ezekben az Armani ingekben, és retteltesen minden hajuk ott áll, ahol kell, hogy álljon. Szóval ez is van, amit döbbenetes, és ez sem találhatta meg más, mint a Pet Shop Boys. Armani. Ja. A Pet Shop Boysnak a viszonya a divathoz az nagyon alapvető. És itt megint kívánkozik az összevetés a Lady Gagával. Mert a Lady Gagának is minden a divat. Tehát a Lady Gaga, csak az a különbség valahogy, hogy a Lady Gaga az maga a divat. Tehát a Lady Gaga az megfürdőzik ebben a divatban, és a saját dekadenciájától megrészegül. Hogy semmi más nem érdekli ezen a divaton kívül. Hogy nincs, nem létezik ezen a divaton kívül semmi, és semmi, és semmi. És egyszer a Lady Gaga az ennek a divatfétisnek a kizárólagosságában él és topzódik. A Pet Shop Boys az pedig ezzel a divattal foglalkozik, és valahogy fölé emelkedik, és egy nagy látószögből mutatja meg az egészet. Tehát, hogy a Pet Shop Boysnak tárgya és témája a divat, de akár formája is a divat, de a Pet Shop Boys nem a divat. A Pet Shop Boys a divattal való viszonyban nagyon szervesen összefügg, míg Lady Gaga az meg semmi egyéb, és dekadens módon is büszkén semmi egyéb. Hiszem, hogy ez egy lényeges különbség. És ezekben a nüanszokban egyébként több van. Sokkal több. Világok. Én azt gondolom, hogy világok választják el Lady Gagát a Pet Shop Boys-tól. Hogyha a felületes szemlélő számára a Pet Shop Boys az Lady Gaga előképének is tűnhet. Csopolyzos kör ez mennyire nem jött át, és emiatt eléggé lesújtó vélemény alakult. A Pet Shop Boys-zal kapcsolatban érdekes, rendkívül érdekes, hogy ők földolgozták az Elvisnek az egyik számát. Tudjuk, hogy melyik ez a szám? You are always on my mind. Senkinek nem mond semmit? Na így már igen. Ez a szám, ez egy Elvis szám volt, mondhatjuk azt, hogy egy emlékezetes Elvis szám, bár hogyha egy Elvis best-of-ot összeállítana bárki, nem én leszek az, akkor azon nem szerepelne, mert annyira nem volt nagy sláger. És ez a szám, ez áll egy verzéből, meg egy refrénből. És a Pet Shop Boys pedig ezt a számot átvette, és írt rá egy szinti alapot. És poposította ezt a számot, majd vette az egész számot verzével és refrénnel együtt, és csinált belőle egy verzét. És írt hozzá egy pluszba egy refrént. Plusz még írt hozzá egy szinti futamot, ami a refrén után és a következő verze között lesz. Tehát, hogy így még kétszer annyit írt hozzá, és gyártott belőle egy még kétszer akkora, vagy háromszor akkora sláger, UK number one-ról van szó, tehát, hogy ezt így jó tudni, a Pet Shop Boysnak van 4 UK number one-ja, ezek egyik ez. És azt mutatja, hogy a Pet Shop Boys, az milyen, egyébként YouTube-t is dolgoztak fel
a Pet Shop Boys az milyen szervesen tud kulturális elemeket beemelni a saját szubkultúrájába, és pusztán a saját számainak a részévé tenni, beépíteni a saját szövetébe. Nagyon különleges. Hallgassátok meg otthon, de az Elvis-t és utána a Pet Shop Boys-t.